nézni. Mondom, egy kicsit furcsa lehetek, hogy GTA-t láttok, úgyis van egy kis bejelenteni való. Tegnap voltam benne a régi gyári RAM-omat, ami a laptopomba volt. Beszámították az új RAM-ba, és 2 darab egyforma RAM-on van, ami azt eredményezi, hogy dual channel-be tudnak működni. Tehát eddig nekem 2 nem azonos RAM-on volt, ami azt eredményezte, hogy a játékban kisebb betöltődés hibák voltak, illetve drop volt a játék, tehát nem FPS droppon volt. Aztán tegnap kipróbáltam, 30-35 percen keresztül ment szépen, aztán kiléptem. Tapasztalataim utána az voltak, hogy 2 darab minimális akadás volt. Olyan minimális, hogy alig lehetett észrevenni. Stabilan volt 40 FPS-en, volt 45 FPS-en is, 37 FPS-en. Volt egy kritikus hely, ahol 28-ra lement, tehát a 1-ből visszament 40-re, tehát így átlagban 40 FPS-en volt. A beállítások, ezek a normál beállítások, azok amikkel legalapabb szintű beállítások, ezeket meg is mutatom nektek. Mivel én nem akarom túlhúzni, hogy minél több FPS-en legyen, mert egyébként is a játéknak az a lényeg, hogy játszunk, nem az, hogy mennyivel szép. Így minimumon is eléggé szép, szerintem nekem legalábbis. Igen, így le vannak fokozva így a beállítások. Az Advanced grafikban egyértelmű, hogy nincs bekapcsolva semmi. És nagyon szép a minőség, én azt mondom. És gondoltam, hogy valami jó helyen fogok megállni, ahol egy kicsit olyan barátságosabb a hely. Lehet látni vizet, patakot, fákat, különböző madarakat, ott repülni. És akkor így egy kicsit természetet nézünk. Nagyon szépen megy a játék. Itt tudom, hogy azért sem ezt a videót, hogy videóban meglássuk, hogy mit bír a gép. Most így 45 PS-en így, hogy állóhelyben vagyok. Szerintem vissza is kapcsolom a manuális váltót, így is van. Egy térképet. Valamint körmutatom nektek ezt a kis webben. Ez egy Chrysler SRT8. De na, néztem, hogy SRT8, nem is hallottam még róla. Az tudtam, hogy ott Charger SRT8, de biztos vagyok benne, hogy már a készítő Chrysler SRT8-at csinált, akkor valószínű valóságban is van. Nagy valószínűséggel. Tegnap raktam el egy kis felni, föltringoltam kis spoilerrel. Hátsó lökhárító, illetve első lökhárító. Szerintem próbáljuk. Nézzük. És meg a belső nézet. Működik benne minden. Az a legjobb. Csak így belső nézetre menjünk szerintem. És itt szerintem a kocsiban csak annyian egy picit szürke mentető lesz. De van olyan vészes. Előre kell bírni. Vagy külső kamera nézetben. Nézzétek, nagyon gyönyörű. De azt mondom, hogy róla is eléggé szép a játék. Így jó. Megérte szerintem. Esetleg nem szeretnék, de bőven elrúgod a pár évét. De nem az olyan, hogy egy másodpercet bevottoljon, hanem betöltsük ennyi. Mert így is eléggé gyorsan betölt. De a boot rendszer az kb. 8, a BIOS-nál 8 másodperc, aztán pedig kb. 15 másodperc szokott betöltődés, amikor bekapcsolom, Windows logó, Acer logó, bejelentkezés, és már ott vagyok. Max 1 perc, max. Minimum 15.
jobb esetben meg 10. Szerintem eléggé jó. Akkor is megyek szépen. Kicsit kiúzatjuk a verbát. Ja, és igen. A valóságkitörés mód is benne van. Ezt elfelejtettem mondani. Ami eléggé megviselődött is. Próbáltam egy hegymászásnál is ezt a kis véletet. Nagyon jó, hogy igazán a is. Fele is. A lefele jövetnél az a legrosszabb, amikor borhúsz össze-vissza. Az egyiknek a példányát, ha teheti. Sokkal jobb a teljesítmény. Valahogy megpróbáltam. Mert csak azt hittem, hogy nem lehet kinyitni ezt az ajtó részt. Inkább a háttérből már képes arra, hogy a kocsi költjön egy kis mozdulattól. Be is parkolok. És itt van Ala Franklin. Valami. Hyperbiztúros. Köszönöm figyelmeteket, Barack voltam, találkozunk a következő videóban, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!